a művész nem magának dolgozik, hanem kommunikál, és valamilyen fontos tudást visz át, ad át a többieknek, a közösségnek. A Munkácsi díj volt az első, amit talán 39 éves koromban kaptam meg, hogy ez átmegy, vehető ez az adás, ami az én szobraimban megjelenik. Tehát ez engem erősített, minden egyes díj erősített a művészetbe való hitembe, a saját önbizalmamba, és talán azt is mondhatom, hogy a szakmai igényességembe. A Kossuth díj után, a Kossuth díj az egy óriási dolog. A Kossuth díj után én úgy éreztem, hogy én már mindent megkaptam, én már mindent visszakaptam attól a közösségtől, amelyikbe élek, és nekem már a hátralevő életemben nincs más dolgom, csak nyújtani valamit. Nyújtani még addig, ameddig tudok, addig dolgozzak és hozzak létre dolgokat, szobrokat, tömörítsek titkokat bele a szobraimba, mindenki számára fontos titkokat, mert ez a küldetésem. Na most, ugye megkaptam őszinte meglepetésemre, és egészen megrendített, amikor megtudtam, hogy én föl vagyok terjesztve, illetőleg megkaptam a Nemzetművészet díjat. Szóval ez már valahol ott van a felső határ fölött, tehát nem is nagyon tudok róla beszélni. Az biztos, hogy ez még most is 76 éves koromban erőt ad, és arra késztet, hogy gazdálkodjam a hátralevő időmmel, és próbáljam minél értékesebben kitölteni.